Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez itt az Erdélyi Figyelő, és ismét innen a Kolozsvári Magyar Színházból jelentkezünk napi félórás műsorunkkal, és tesszük ezt azért, mert javában zajlik a harmadik Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál. Azt is mondhatnám, hogy fél időnél járunk, hiszen 6 nap telt el, és még 7 napon keresztül lehet tapsolni rendkívüli előadásoknak, rendezőknek, színészeknek, színházi szakembereknek. Hogy mi történt az elmúlt 6 napban, arról vendégem Varga Anikó fog beszámolni, hiszen ő a fesztivál napló írója. Addig is, amíg megérkezik ide az Erdélyi Figyelő Színházi stúdiójába, nézzék meg, hogy mi történt a hétvégén. November utolsó napján déli 1 órakor kisebb csődület volt megfigyelhető a Farkas utcában, a viszonylag modern stílusú, de lassan már ódonnak számító egyetemiek háza előtt. A tájékozatlan járókelők azt gondolhatták, hogy rendkívüli hangversenyre hívta a város zenerajongóit az ide nemrég visszaköltözött Filharmónia ebben a szokatlan órában. Erről azonban szó sem volt, hiszen a színjátszás hívei gyülekeztek itt abból az alkalomból, hogy végre fel lehetett avatni azt az épület falára helyezett emléktáblát, ami azt hirdeti, hogy 220 évvel ezelőtt ezen a helyen épült fel és kezdte meg működését a legelső magyar kőszínház. Ebből az alkalomból a Kolozsvári Állami Magyar Színház jelenlegi igazgatója, Tompa Gábor mondott ünnepi beszédet magyar, román és angol nyelven. Pontos dátum szerint december 17-én ünnepeljük a hivatásos magyar nyelvű színjátszás 220. évfordulóját itt a Farkas utcában, ahol a hátam mögött még látható egy maradványa, egy rácsos ablaka az eredeti Farkas utcai épületnek. 20 évvel ezelőtt, amikor a 200 éves évfordulót ünnepeltük, akkor szerettük volna ezt az emléktáblát elhelyezni, de az akkori hivatal, a város akkori vezetése, amely semmiképpen sem kedvezményezte sem az anyanyelvűséget, sem a többnyelvűséget, megakadályozott bennünket ebben. Most úgy tűnik, hogy a történelemnek ez a kereke, ami előre halad, visszazökken abba a vágásba, amelyet hosszú és viszontagságos úton át a jelenig megtett. Az ünnepi beszéd után Tompa Gábor a színház egykori igazgatójával, Kötő József színház történésszel együtt leplezte le a Stadmüller Géza által készített 3 nyelvű emléktáblát, melyet a jelenlevő személyiségek annak rendes módja szerint meg is koszorúztak. Aznap este 18 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében a fesztivál August Strindberg Zsüli kisasszony című drámájával folytatódott, melyet a vendéglátó társulat adott elő. Este 8 órától a színház nagytermében rendkívüli jazzkoncertre került sor az Alex Harding alapította Blutópia együttes fellépésével. Szombaton a fesztivál közönség megtekinthette Viski András és Tompa Gábor Caragiale nyomán szabad esésben keletkezett színpadi alkotását, a Leonida James Session-t. A hetet Eugène Ionesco a Király halódik című abszurd drámája zárta, melyet vasárnap este 8 órától játszottak 3 franciaországi, 2 szlovéniai, 1 makedóniai és 1 luxemburgi társulat, illetve színházi szervezet közös produkciójaként Silvio Purcaretti rendezésében. Nos, kedves nézőink, ezek voltak a hétvégének az eseményei, de hát itt nem áll meg az élet egy pillanatra sem. Javában zajlanak a színháznak a nagy termében az esti előadásnak a próbái. Ma este 8 órától az anamnézist láthatják. Addig is, amíg ez bekövetkezik, szeretettel üdvözlöm itt mellettem Varga Anikót, aki tulajdonképpen a színházban él azóta, mióta elkezdődött a fesztivál. Szervusz, Anikó!
Szia, én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Nos, milyen az élet a színházban? Lehet enni, inni, aludni, írni? Minden, tehát a színházban tenni, és hát egy ilyen fesztivál, ez borzasztóan sűrű esemény, tehát ilyenkor nagyon intenzíven éljük meg, főként azok, akik belülről éljük meg a fesztivált, ennek az idejét, és hát nagyon jó élmény ez. Egyébként hogy esett rád a választás? Azt már tudják a nézők és a fesztiválozók, hogy minden interferenciák alkalmával íródik egy fesztivál napló, hogy írott nyoma is maradjon annak, ami történik ezekben a napokban a fesztiválon. Miért te? Miért most? Hát, sikerült zavarba hoznod ezzel a kérdéssel, mert úgy gondolom, hogy erre nem, tehát hogy is válaszolhatnék én, tehát hogy nem tudom, hogy miért esett rám a választás, de hát gondolom, hogy azért is, mert például az interferenciák második kiadásának a fesztivál napjában, amit Zsigmond Andrea szerkesztett, én is részt vettem íróként, krónikásként. Nem tudom, hát meg hát gondolom azért egyáltalán is. Egyáltalán kívántad ezt a feladatkört magadnak? Igen, nagyon örültem a Viski András megkeresésének, pont a Nagyváradi Interetnikai Fesztiválnak egy előadásának a szünetében hívott fel, és nagy örömmel mondtam igent, persze. Ez számomra is egy nagyon érdekes tapasztalat. Egyébként hadd mondjuk el a nézőknek azt, hogy te Budapesten élsz, bár itt végezted el az egyetemet, és színházi szakember vagy, de mennyire vagy jártas az erdélyi magyar színházakban? Tehát indokoljuk meg, hogy miért te írod a fesztiválnaplót. Hát ez... Nem tudom, hogy mihez képest gondoljak a jártasságomra, de... Az elmúlt két évben azért igyekeztem részt venni minden színházi fesztiválon, ami itt Erdélyben zajlott, ugyanis nagyon érdekelt, hogy mi történik a különböző színházakban, és azt vettem észre, hogy egy nagyon érdekes színházi fesztiválkultúra alakult ki, mondjuk amióta én ugye elmentem innen. Tehát, és amikor ez alatt mely fesztiválokat? Tehát hát gondolom, hogy az interferenciákat? Az interferenciákat, a Szentgyörgyi Reflex Fesztivált, de úgy tapasztaltam, hogy minden kisebb színház is igyekszik létrehozni a saját fesztiválját, tehát a temesvári, ugye most az interetnikai az egy vándorfesztivál, de most Nagyváradon volt, akkor az Udvarhelyi Dráma, szóval, hogy aki teheti, az... Tehát, hogy a színházaknak ez egy nagyon fontos szempont, hogy valamilyen módon előrukkoljanak egy fesztivállal, ugyanis nagyon produktív tud lenni egy ilyen esemény. És ezek alatt értjük a nemzetközi színházi fesztiválokat, tehát olyan fesztiválokat, ahol nem csak hazai társulatok fordulnak meg. Most milyen a budapesti tapasztalatod ehhez viszonyítva? Hát az ottani fesztiválkultúra az másképpen szerveződik, tehát hogy az a különbség, hogy ugye ott nincs, tehát míg az erdélyi viszonylatban vagy romániai viszonylatban léteznek nemzetközi színházi fesztiválok, ott tulajdonképpen egy fesztivál van, a Gyulai Shakespeare Fesztivál, ami nemzetközinek nevezhető, de ennek a spektruma ugye nagyon definiált, tehát hogy csak Shakespeare előadásokat hívnak meg. Tehát, hogy nincs egy ilyen rendezvény, hogy ami kimondottan a nemzetközi színházi mozgásokra fókuszálna, ami nem azt jelenti, hogy külföldi előadások ne érkeznének ugye Magyarországra vagy Budapestre, hiszen vannak ezek a befogadó helyek, mint például a Trafó, aminek ugye az elsődleges funkciója az, hogy rajta tartsa a kezét tehát hogy a kortárs színjelző erén és folyamatosan, igen. Nos, térjünk vissza a fesztivál naplóírásra, mert hogy naplóírás azt úgy többé-kevésbé mindenki be tudja azonosítani, hogy miről szól, mindegyik napról be kell számolni. Most ez hogy működik egy színházi fesztivál esetében? Én elolvastam az összes írásodat, és ki is nyomtattam, és itt vannak előttem, úgyhogy akár lehetne idézni is belőlük, de ez egy óriási munka, mert meg kell nézni mindegyik előadást, és véleményt kell nyilvánítani,
készülni mindegyik előadásra. Ezt egy olyan formába kell önteni, hogy olvasható legyen, és nem csak pillanatnyilag olvasható legyen, mert hogy ez fönnmarad, tehát ez bekerül az analezekbe, hogyha lehet ezt így mondani. És még jó sok nap van hátra. Hogy bírod? Hát azt hiszem, hogy jól, és hogy nagyon élvezem ezt a feladatot. De viszont, tehát, hogy nincsenek ilyen szempontjaim, vagy nem gondolkodtam azon, hogy az, tehát az utókornak, tehát hogy a lenyomat kérdésén. Tehát én azt gondolom, hogy a pillanatot próbálom valamilyen módon megélni, vagy azt gondolom, hogy akkor olvasható egy napnak a lenyomata, akkor igazán érdekes, hogyha arról számolok be, ami tulajdonképpen engem is nagyon foglalkoztat. Persze azért van az a, tehát hogy figyelembe veszem azt a szempontot, hogy minden eseményről valamilyen módon beszámoljak. De igazából ugye én is gondolkodtam, hogy milyen formája legyen ennek, hiszen ezt a szervezők, mármint hogy amikor megkerestek, ezt nagyon szabadon, tehát nagyon nagy teret hagytak erre, tehát hogy gyakorlatilag saját magam döntöttem el, hogy hogyan képzelem el ezt a naplót, vagy tehát hogy és ha visszagondolok, ahogy így ezeket a napokat leírtam, ezek mind inkább színházi kérdések köré épülnek. Tehát ugye előadásokkal foglalkozom leginkább. Talán lehet, hogy figyelnem kéne jobban a fesztivál közegre, a hangulatra, ezen így ma elgondolkodtam. Egyébként milyen a munkaritmusod, hiszen azt mondtam a nézőknek az elején, hogy szinte a teljes napodat itt töltöd a színházban. Milyen beosztásban működsz, mikor íródnak a szövegek? Mert az előadások többnyire késő délután este vannak, és hát másnap reggel már lehet olvasni ezeket a szövegeket. Hát úgy történik, hogy ugye megnézem az előadásokat. Igyekszem azért eljutni az off programokra is, tehát ami az esti koncerteket jelenti, mondjuk ez elég nehéz, mert hogy kevés, tehát hogy akkor már nagyon fáradt vagyok. tegnapi este volt az első alkalom, amikor az első koncertre eljutottam. De és akkor ugye hazamegyek, gondolkodom, azért egy pár mondatot feljegyzek, vagy azt, ami a fejemben van. De alapvetően mindig a szakmai beszélgetések után írom meg. Tehát, hogy nem, tehát hogy ezek a szövegek például a tegnapi napról is délután, késő délután kerülnek fel. Mert hogy fontos számomra az is, hogy az előadásokról szóló beszélgetés is megjelenjen ezekben az írásokban. Tehát, hogy azok a szempontok, amit a beszélgetők felvetnek az alkotások kapcsán. Egyébként a szervezők úgy döntöttek, hogy három párhuzamos fesztiválnapló íródik, egy magyar nyelven, egy román nyelven és egy angol nyelven, és ez nem azt jelenti, hogy a magyar nyelvű szövegeket lefordítják, hanem te írod a magyar fesztiválnaplót, van egy román fesztiválnaplóíró, Claudio Grozza, és egy angol fesztiválnaplóíró, Aaron Rutz. Igen. Olvastad-e az ő bejegyzéseiket? És mi van akkor, vagy mi történik akkor, hogyha az érdeklődők párhuzamosan olvassák el a bejegyzéseket, és egy-egy előadásról teljesen más benyomása van az egyik fesztiválnaplóírónak, mint a másiknak? Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, három nézőpontot egymás mellé helyezni, és azt gondolom, hogy valamilyen módon a fesztivál ideájához kapcsolódik. Tehát ahhoz, hogy hiszen ugye Claudio Grozza román kritikus, színikritikus, tehát hogy neki egy speciálisabb nézőpontja van. Tehát ugye mind a hármunk nézőpontja egy külön nézőpont, tehát ahonnan szemléljük ezt a színházi eseményt. Ő egy más kontextusból nézi, tehát hogy másképpen helyezi el ezeket az előadásokat. Ugye őt él Kolozsváron, tehát azért látja, figyelemmel követi a kolozsvári színházi eseményeket. És Áron, ha jól tudom, ő filozófiát végzett, tehát hogy nem szorosan a színház felől nézi ezt. Nem színházi szakíró. Nem annyira, igen, nem szakíró.
viszont az ő szempontja azért fontos, mert hát ugye ő kvázi vendégként, idegenként esetleg olyan dolgokat vesz észre, olyan dolgokra figyel, amire mi nem. Tehát egy friss szem. Igen, egy másfajta tekintet az övé. Nos, akkor, hogyha tisztáztuk ezeket a kis kulisszatitkokat, akkor nézzük meg azt, hogy mi tetszett neked? Van-e egy top listád? Abból, ami eddig történt, tehát 6 nap telt el, amit mondtam, szinte fél időnél járunk, mi tetszett neked? És hát most nem feltétlenül arra gondolok, hogy első helyezett, második helyezett, harmadik helyezett, hanem vegyük kronológiai sorrendben az előadásokat, és akkor mondd el azt, hogy szerinted mi volt, ami tényleg érdemes volt megnézni, és ami kihagyhatatlan volt. Hát minden előadásban van valami, hogy minden előadás megragadott a maga módján, és hatással volt rám. Én nagyon örültem a Heiner Goebbels előadásnak, a Max Blecknek, mert azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon tulajdonképpen egy nagyon érdekes kortárs színházi előadásról van szó, ennek ellenére nagyon közönségbarát, és ez érzékelhető volt a nézőtéren is, tehát hogy mindenki mennyire vevő volt arra az egészen kifinomult humorra, ami a színpadon megjelenik, vagy André Wilms játékaiban, vagy a tárgyakkal való játékaiban megjelenik, holott azért ez egy nehéz előadás a magam ugyan. De Goebbels azért érdekes, mert hogy hihetetlenül izgalmasan viszonyul a játék a színház elgondolásához, a színészi jelenlétnek az elgondolásához. Ugyanakkor valamilyen módon a szórakoztató színházi formákra épít. Tehát, hogy nagyon figyelembe veszi a nézőt, azt gondolom, nagyon bevonja a játékokba. Kis kísérleteket látunk a színpadon, tulajdonképpen ilyen cirkuszi módon történtek a dolgok a színpadon. És mégis azt gondolom, hogy ennek a nagyon komplex színházi nyelvnek, amit ő felmutat, vagy amit ő létrehoz, olyan módon érinti, olyan módon áll össze a nézőben, hogy saját magát ismeri fel ebben az őrült tudós figurában egyszer csak, akit a színpadon látunk mozogni. Tehát két nagyon erős előadással indított a fesztivál. Az egyik az, amelyikről épp beszélsz, ez a Max Black. A Théâtre Vidi Lausanne svájci színháznak volt a produkciója, és tulajdonképpen egy színészes előadásról beszélünk, mondhatnánk azt is, hogy one man show, és az érdekessége az, hogy ráadásul a színész, aki játszik, tulajdonképpen nem is színészként kezdte a pályafutását, hanem színházi technikusként. Igen. Ennek ellenére mindenkit magával ragadott a játéka. Mivel magyarázható ez? Hát egyrészt az André Wilms egy különleges figura, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon erős színpadi jelenléte van, de olyan értelemben, hogy nem saját magát helyezi előtérbe, tehát hogy ebben a folyamatos akcióban, amit ő végrehajt a színpadon, legalább annyira erős jelentésre sem bír az, amit ő csinál, tehát a tárgyak találkozásából létrejövő apró kis összeszenetek, és ezt, tehát hogy ő egy rendszer részeként van jelen, és azt gondolom, hogy pontosan érzékeli ezt az arányt, tehát hogy ezt a színész jelenlétet ne, nem tudom, dúsítsa vagy turbózza fel, tehát hogy nagyon pontosan érzi az ő helyét ebben az előadásban, és emiatt tud működni. Egyébként engem meglepett
volt az a konstrukció, amit láttam a színpadon, amikor elindult az előadás, hiszen tulajdonképpen egy zseninek a laboratóriumában vagyunk, és valahogy az volt az érzésem, hogy végre láthatom, hogy nap mint nap mivel foglalkoznak a zsenik, ugyebár, hiszen a színész egy filozófust, egy zsenit alakít, aki mindennel foglalkozik, és tulajdonképpen nagyon nehéz követni a csapongásait egyik, hol a matematikáról beszél, hol a zenéről, hol a filozófiáról, hol a költészetről, hol egyebekről. Ennek ellenére, hogy ilyen csapongó és véletlenszerű, azért nagyon-nagyon-nagyon pontosan meg van tervezve minden mondat és minden mozdulat. Nagyon érdekes ebben az előadásban, hogy ugye borzasztó nehéz, ugye André Wilms egy olyan monológot ad elő, tehát a kis kísérletek közben, amelyek rendkívül nehezen befogadható szövegekből állnak össze, tehát hogy Wittgenstein idézetek, Paul Valéry, szóval hogy rengeteg nehéz szöveget hallunk, amit normál esetben ugye egy 10 perc per egy mondat lassúsággal szoktunk olvasni, hogy egyáltalán megértsük ezeket a szövegeket. És én a magam részéről ugye, tehát ugye a néző ilyenkor abban a helyzetben kerül, hogy Jézusom, mindent meg kell értenie, tehát hogy a, nem tudom, a Borbély paradoxonon ugye nincs idő elgondolkodni 2 perc alatt. És ilyenkor a néző hagyja magát sodorni, hiszen azt pontosan érzékelt, hogy nem véletlenül kerülnek ezek a szövegek egymás mellé. Azért, tehát úgy, hogy mert igen, kérdezz vele, mert talán segít tovább gondolom. Hát egyáltalán nem véletlenszerű a szövegek egymáshoz társítása. Viszont ne feledkezzünk meg arról, hogy a mottója az egész fesztiválnak a szó és az énekelt hang, a zenehang közötti párbeszéd, és még nem szóltunk semmit a Max Blacknek a zenéjéről, ami egy elég furcsa zene. Igen, ez a... De nagyon röviden, mert még csak 3 percünk van, és legalább 2 másik előadásról szót kell ejtenünk. Igen. Tehát, hogy az az érdekessége ennek az előadásnak a hangkulisztájáról, vagy nem tudom, hogyan létrejön, hogy folyamatosan visszakapcsol a zene. Tehát, hogy ugye van egy mondjuk így élő visszakapcsolás azáltal, hogy a színpadon létrehozott hangot és zörejt, azt ugye torzítják, tehát leválasztják a testről. Tehát, hogy és nagyon humoros, nagyon ironikus módon. Így van. A Max Black szerintem megkapta, amit megérdemel. Tényleg nagyon szép előadás volt. De ne feledkezzünk meg arról a báb előadásról, amivel nyitott a fesztivál, és amit a fesztivál második napján is meg lehetett nézni, a Hand Stories-ról, amit Young Fej Báb művész adott elő a társával. Szintén a Teatr Vidi Lausanne színháznak volt a produkciója. Igen, és egy nagyon érdekes előadásról van szó, tehát ugye engem meglepett a részletek kidolgozottsága, de ami leginkább megragadott az, hogy mennyire nyitottan gondolja el a hagyományt, tehát a hagyomány kérdését Young Fej. Ugye itt egy családtörténetet mutat be, ő egy 5. generációs bábos, és gyakorlatilag ez egy omázs, de egyben egy identitás gyakorlat is, tehát hogy abban az értelemben, hogy sorra veszi és sorra a bábszínpadra hozza a család tagjait.
És tehát ugye arról van szó, hogy hogyan száll hagyomány apáról fiúra, és ez a kérdés meg azért nyílik meg nagyon, tehát ugye ez a hagyománynak a folytonossága, mivel az egyik utolsó momentumban egyszer csak azt látjuk, hogy ez a francia bábos kvázi ilyen tanulóként jelenik meg Yang Fei mellett. Tehát, hogy megfordul a bábszínház kulisszája, de mármint, hogy a színpad és a kulisszát látjuk, hogy hogyan ügyködnek, hogyan hozzák létre a bábszínházi illúziót, és az ügyetlenséget látjuk ott. Így van. Egyébként engem az lepett meg ebben az előadásban, hogy a hagyomány örökítést is másképpen lehet értelmezni, hiszen tényleg egy kínai kesztyűbáb művész egy európainak adja át a titkokat, a titkot, beavatja őt ebbe a dologba. Tehát nagyon-nagyon érdekes előadás volt, és én azt hittem, hogy mind a hat napról fogunk beszélgetni, de alig jutottunk az első napnak a végére. Kedves nézőink, szerintem Varga Anikóval mindenképpen még találkozunk a hét folyamán, hiszen meg kell beszélnünk feltétlenül, hogy milyen meglepetéseket tartogat még számunkra ez a fesztivál, és melyek voltak azok az előadások, amelyek a legnagyobb sikernek örventek. Ne feledjék el, hogy ma este 8 órától a Katona József Színház, illetve a Sputnik Hajózási Társaság közös produkcióját, az Anamnézist láthatják. A rendezővel, Bodó Viktor, holnapi műsorunkban láthatnak interjút. Addig is nagyon szépen köszönöm figyelmüket, és várom önöket holnap is a képernyők elé. Viszontlátásra! Az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál második hetét a Budapesti Katona József Színház és a Sputnik Hajózási Társaság közös produkciója, az Anamnézis nyitotta meg. Ez a darab a magyarországi egészségügy helyzetét dolgozza fel, nézők által beküldött történetek és különböző szakterületeken dolgozó orvosok előadásai alapján. Zenés, abszurd és rettentően humoros, pergő ritmusú, komolyan átgondolt, komolytalan előadásnak ígérkezik, remek színészi alakításokkal, döbbenetes háttérmunkával és lenyűgözően laza rendezéssel. Olyan témákat vizsgál, amelyek mindenkit nagyon mélyen érintenek. Betegség, halál, gyógyulás, barátunk vagy rokonunk elvesztése, váratlanul bekövetkező tragédia, az egészségügy anomáliái, korrupció, reklám, halálbiznisz, vér és boncolás, elcsigázott, ébrenléti rekordokat döntögető egészségügyi alkalmazottak, átvert betegek, műhibák, csodákat véghez vívő orvosok. Jó reggelt! Hogy érzi magát? Remek! Köszönöm! Az életben nincs már több móka, meghalunk, mintha nem volna. Beszélj az ataxia, miért ilyen spasztikus. A fezia? Itt van! Labor! Itt van! Elei! Itt van! Zsíti! Lálo! Csultán! Itt van!